Zivatarok, ami a hidegfronthoz kapcsolódik, ma is előfordulhatnak, elsősorban Magyarország és a Kárpát-medence észak-keleti részén, de közel sem lesznek olyan hevesek, mint amit péntek este, illetve éjszaka tapasztalhattunk. Köszöntöm a kedves nézőket, itt az M1-en, Tóth Tamás vagyok. De például, ahogy utaltam rá, az észak-keleti országrészben, a Zempléni térségben, méghozzá Boldogkőváralja közelében, ahol készült ez a csodálatos kép, arrafelé bizony előfordulhat, mert ott a labilitási viszonyok olyanok lesznek, hogy ma is kitörhetnek tehát, vagy magasba törhetnek ezek a zivatar felhők. A sárguló gabonaföldek látványában szintén a fejlődő zivatar felhőket nekünk Gáborné Krajcár Dóra megörökítette, és elküldte a meteorfotokukac@mtva.hu e-mail címre, hogyha önöknek is van hasonló látványos képe, akkor szintén várjuk. Emellett még egy képet szeretnék mutatni önöknek, mert hogy például a Balaton környékén azért ilyen heves időjárási események, mint ott észak-keleten nem várhatók, ellenben a hidegfrontot követően feltámadhat arrafelé is a szél az átmeneti felhőzet növekedés mellett, így pedig azt eredményezheti, hogy ez másodfokú viharjelzést ér a Balatonnál, különösen az északnyugati szélre a Balaton nagyon érzékeny. Jakubec tündérkének köszönjük a siófoki illusztrációt, meteorfotokukac@mtva.hu az e-mail címünk. Na de akkor az időbeli lefolyását ennek nézzük meg, hogy hogyan is mozog ez a hidegfront. Nos, láthatjuk, itt a középső területeken lesz igazából szakadozott a felhőzet, csak kevés helyen fordulhat elő csapadék. Ellenben délnyugaton, illetve a már említett északkeleti térségben láthatjuk, bizony arrafelé, tehát több helyen fordulhatnak elő ilyen csapadékgócok. Itt a délkeleti területeken pedig a hőmérséklet ma még elérheti a 30 fokot. De ott is, a fronttól függetlenül is nagyobb területen megélénk, illetve megerősödik az északnyugatira forduló szél, ami egyben azt is eredményezheti, hogy például a Balaton esetében ismét jócskán átkeveri majd a vagy a tavak víztömegét. Egyébként nem túl alacsony a hőmérsékletük, de azért, hogyha megnézzük a következő napi előrejelzést, azért látszik, hogy még egy picit azért csökkenhetnek majd a vízhőmérséklet értékek, mert eleve a levegő hőmérséklete is 1-2 fokot csökken a holnapi napon. Majd a csütörtök péntek általában sok napsütés, az különösen a péntek. Az ikonok pedig utalnak rá, július első hétvégén újra több helyen számíthatunk zivatarokra, és füllet lesz a levegő. Bizonyára önök is hallották, akár tőlem is azt a mondatot, hogy szorványosan valószínű záporeső, illetve zivatar. Többen erre persze csak legyintenek, és azt mondják, hogy a világ legjobb foglalkozása meteorológusnak lenni, mondván ebből túl sok minden nem derül ki. Pedig a valóságban ez a szóhasználat nagyon is megalapozott. Ha azt hallják tőlem például, hogy helyenként, akkor a terület 10-20%-án várjuk az adott meteorológiai jelenséget. Az elszórtan kifejezés már kissé nagyobb, 20-30%-os területi lefedettséget jelent. A példánkban is kiemelt szorványosan a hivatalos szóhasználat szerint az adott térség 30-40%-án bekövetkező jelenségekre utal, míg a többfelé már a kijelölt tájegység 50%-ánál nagyobb, de 70%-ánál kisebb részét érinti. Ha pedig már arról beszélünk, hogy sok felé eshet, akkor szinte biztosan vinnünk kell magunkkal az esernyőt, mert igen nagy eséllyel elázhatunk az adott napon. Kedves nézők, én most ezekkel a mi mennyi a meteorológiában szóhasználat mellett és a grafikáció mellől búcsúzom. Viszontlátásra!